A videót a notbook.hu támogatta. Aj, szavaztok srácok! Ezer meg egy millió év múlva itt vagyunk, szavasz Leo, hello! Hello, sziasztok, hali. Hát srácok, elnézéseteket kérem, 90%-ban csak ételtek arról, hogy eddig nem volt Forma 1, mostanában rengeteg dolgot csinálok, és hát... Jaj, ne dumálj bele! Most beledumál ez a rohadt Jeff. Szóval, hogy igazából én tehetek legfőképpen róla, úgyhogy bocsi, viszont most akkor igyekszem most már tartani azt, hogy akkor mindig nyomjuk a futamonokat, és amiket eddig nem nyomtunk, azt meg majd visszamenőleg üres hétvégéket nyomjuk. Úgyhogy igen, itt vagyunk. Leo, hogy érzed magad? Jól érzem, kicsit meleg lett azóta. Igen. Beköszöntött a nyár, de nem baj, itt vagyunk, folytatjuk. Így van, és hát akkor az osztrák, nem tudom, most Spielbergnek hívjuk, vagy osztrák nagydíj? Vagy mi hát, volt? Spielberg. Red Bull Ring, ugye most már ez a neve, hogy Red Bull Ring, de Spielberg volt régen. Yes. A város. Úgyhogy itt vagyunk, és akkor most aktuálisak vagyunk ezen a hétvégén, és akkor még egyszer mondom, amikor nem lesz futam, nekünk akkor is lesz futam, úgyhogy ne felejtsétek el, és lájkokat is dobáljatok nekünk, ugyanis hát csak. Mert az nekünk jó. Az jó. Ennyi. Eljártam a like táncot, jó van. Igen. Úgyhogy... Nálam annyi változás van még, elnézés közben, csak nálam annyi változás van még, én lecseréltem a kormányt. Na, mi? Nekem G29 van, viszont nekem nem a... Hát gyertek, én leszettem ezt a hagyományost, ami rajta volt, ezt a kereket. Nekem F1-es kormány van fenn rajta. Azt a vigyázzat, mert én csalok. Lehet kapni a modifikációt, tudjátok, imádok moddolni, és lehetett kapni hozzá, csinált szereltem. Azt a mindenit. G29. Igen, G29-hez lehet kapni F1-es kormányt, le kell szerelni a régit, a gombokat a megfelelő kivágott helyre így beilleszteni. Jaj, azt hiszem, már találkoztam vele, csak olyan bonyolultnak tűnt, és nem is mentem rá. Igen, hát negyed óra átszerelni kb. Tehát annyira nem vészes. Nehogy aztán rámenjek, baszki. Igen. Nem rossz. Eurótrákozni fura vele, de egyébként nem rossz. Ja, mondjuk az igaz. Na, én megkezdtem közben az első gyors körömet. Mit nem mondtunk még? Ja, hogy itt próbálgattuk ezt a futamot, feljebb tettük a botokat 90-esre, Master. Igen. Mert hogy túlságosan vertük őket. Úgyhogy... Igen. Remélem ez már jó lesz. Nem nagyon ez életem köre ez. Igen, én egyszer se. Tehát ott porosodott a kormány. Egyszer se nyúltam a kormányhoz. De még más játékban se, semmi. Fú, hát... Nem nyomtam egy bottaszt a boxba. Igen? Csóri bottasz, hogy tud ilyet csinálni? Ilyen tapasztalatokkal, én nem értem. Ezt tudod milyen? Forma 1-es léptékben? Mint beülni az autóba és fék helyett gázt nyomnál. Hát kb. Na. Egy 0-5-2 így. Csak így. Igen, de... Jó, de ez max beállítással van. Azért azt fontos tudni. Figyelj, 3%-ot koptak a gumik amúgy. Zárójelbe szeretném megjegyezni, hogy itt a practice-eken ilyen 1.06-okat vettünk. Hát igen, vaktagon. Csak az ugye reach-es beállítás volt. Igen. Mennyit mentél? Na mindegy, ne is spoilerezzünk. Nézzük majd meg, hogy te mit fogsz menni, mert egyébként Leo jobb kört megy nálam. Ilyen 4/10 kb. A harmadik szektort én nagyon elrontom. Ott nagyon sokat igen, az első kettő viszont a tied. Yes. Ja, csak úgy zárójelben, hogy a Force India van 1-2-ben most jelenleg így a... Igen, azt láttam, hogy... Itt van Perez. Ja, és ami még van, srácok, hogy hamarosan érkezik az új Forma 1-es Game, és ahogy ez jönni fog,
igyekszem Leónak is szerválni kódot a kiadótól. Innen is mondjuk, hogy igen, szeretnénk. Igen. És akkor már ott tudnánk ezt a sorozatot folytatni. Úgyhogy, jaj, de hülye vagyok! Itt bemehetek? Be. Jó van. Majdnem elmentem egy gyors körre megint a gumival, de azt egy ilyen Hamiltonosan átvágtam egy kicsit a dolgokon. Ja, lehet. Nincs büntetés. Ja, és a Strictet kikapcsoltuk. Regular van. Sokan írtátok is egyébként. Hány kört mentél? Egyet. Egyet? Na mi van? Miért? Baj. 29-3-05-ös középső szektor. Hoppá! Mi, elvetted? Elfelejtettem levenni a benzint. Baszki, és mennyi? Hát 5-tel jöttem ki, és mi van 273? Ja, nekem is valami olyasmi volt. Hát de azt én nálam már, ez már megszokott. Úristen, Jézusom, az első 18 egy másodpercen belül van. Hát igen, ez azért egy eléggé rövid pálya. Rövid pálya. Figyelj, Hamilton átvette a vezetést? 98 ezreddel, de jó, hogy feljebb tettük. Oké. Okay. Igen. 25 ezreddel van Perez mögötted. Úristenem. Hát úgy belőttétek a kocsit, az úgy korrekt. Igen, hát ez a max, amit tud az autó, ugye? Én jövök ki, Leo, én nem pöcsölök. Ezt mondod? Hát, mert azért itt Hamilton nagyon erős. És nem tudom, hogy... Úgy kézeld el, Hamilton csak az első szektorba lila. Hát, többiben meg annyit nem veszít, mi? Igen. Fél körön maxot megyek, aztán utána visszaveszem amúgy. És akkor így egy... Mert én most 6,3-mal jöttem ki. Aha, az sok. Igen. Úgyhogy igen, én is 6,2 volt, úgyhogy ezt gyorsan 3,4-re lecsapjuk. Ja, azt le lehet nem, csapni? Nem. Hogy ne? Baszki, én azt hittem arra is izé van már. Tehát, hogy már azt sem lehet ilyenkor állítani. Nem, a üzemanyagot lehet. Na majd akkor az utolsó lövésre. Jöjjünk ki. Oké, ka. Ez csak egy gyors kör lesz akkor. Miért? Annyira levettem, hogy egy kimenő, gyors kör, vagy bejövőre lesz. Ja, úgy igen. Na gyerünk! ...99 ezreddel vagy Hamilton mondjuk. Igen. Épp elmentem előtted. Igen. Na gyerünk. Itt nagyon későn mertem fék, vagy gázra lépni, meg szépen meg lehet forogni egy helyben. Igen, az a kanyar az veszélyes. Be lehet bottaszosozódni. Basszus, el is csesztem. Nem jó az, srácok. Sajnos nem jó. Bemegyünk. Kicsit meg lett legalább járatva izé. Gumi, és akkor mi is lejjebb vesszük a benyát. Első vagy? Ez komoly. Mennyivel? 183 ezreddel. Tőled okay. 282 ezred. Jó van, megyek. Még van egy próbám. Nekem már nincs gumim, úgyhogy ez lesz az utcsó próbálkozásom. És már abszett. Harmadik helyen vagyok, ajajaj. Na. Akkor nézzük. Felcsavarjuk szépen a motort. Hoppá. Kis füvet érintünk. Oké. Okay. Hát szurkoljatok, srácok. Nézzük meg, hogy mit ez tudunk. Ezt belülről nézzük meg. Mit tudunk Leóval kezdeni. Szóljatok már. Tepele, meg akarok nézni.
rontottam. Sokat, sajnos túl korán fékeztem. Mondjuk inkább, mint később. És a szektor nem rossz. Hát igen, csak időben. Több kellene nekem. Mert a harmadikban meg nagyon sokat eldobok. Így lecsúszni, basszus! Baszkuli! Elvetted? El. Hát ez nagyon necces lesz, srácok. Vagy sikerül, vagy nem. Nagy neki futás. Nem lesz elég az üzemanyag, amilyen makker vagyok. Hoppá! Nem, ez jó. Így mentek. Fúha. Fúha. Üzemanyag. Basszus! Ne! Nem hiszem el. Harmadikban még lehet valami. Á? Hoppá! Jó. Külső gumi még érintette a vonalat. Szól a játék egyébként. Na. Basszus! Javítás? 74 ezer! Hát ezt annyi? Nem hiszem el. Annyi? Ó, Istenem! Annyi? Ó, ez te gyerek. Lesz. Ez szép lesz. És ezeken kell indulni, mi? Igen. 6%-os. Igen. Ajajajajaj. Na nézzük. Verstappen. Nézd! Harmadik lettem! Ezt nem hiszem el! Verstappen! Baszki! Hallod? Force India 3-4? Igen. Az a konstruktőriben jól tud kinézni. Jól, igen. Verstappen 34 ezred, én 74 ezred, Perez 161 ezred, Hamilton 167 ezred. Ez az első 5. Úristen. Hát gratulálok, Leo, szép volt. Köszönöm szépen. A 20. kerek 1 másodperc, illetve 3 ezredre van. Hát az első 19 1 másodpercen belül volt, úgyhogy... Ez egy... Nagyon szép futtam lesz. Nem. Nincs eső. Nem? Nincs. Nincs. 36 kör lesz. Az egy komoly. 36 ennyi? Kör lesz. Egy lágy vagy egy médium, és kész. Azt mondja, hogy egy cserével meg lehet úszni. Egy csere is kész. Te hányadik körben mész? 15-et írja, tehát 15 vagy 13. Hmm. Nem is vagyunk csapattársak, pedig ja. Na jó. Oké. Hát, oké. Felvezető most lesz. Basszus. Ajajaj, ez nagyon necces lesz ám nekem innen indulni. Mert ugye, mondjuk, oké, a tisztább éven vagyunk, de akkor is. Úgy be fognak mellénk esni. Bizony. Vagyis melléd lehetnem, de mellém egy Verstappen, vagy Perez mögöttemről. Hűha. Szurkoljatok, srácok! Igyekszünk oda csapni. Ez azt hiszem, hogy mondom, hol vagy? Ja, mi lemaradtunk. Jövünk szépen hátul, hadd... mi a neve? Hűljenek ki a gumiaitok. Ja, értem. Egy kis taktika volt. Aha, jó. Oké. Vágom. Egyéb még shoulder-es is lett.
Helyes, helyes. Mert annyira néztem, mondom, hol vagy, de akkor bemettem egyenesen a sódalágyba, tehát jól van. Jó, van az alapon. Ó, ti már ott vagytok, már most jön a boly. Fű, srácok. Félek, a rajtól mindig félek amúgy. Igen, mert ha itt szájterik, az kell. Igen. Ha, és nem tudok hátra nézni. Hát megjöttünk, ne aggódj. Itt vagyunk. Oké. Okay. Á, gyorsak voltatok. Jó. Ó, de gyorsan! Kialudtak a lámpák hamar. Mi történik? Mi történik? Pere. Úristen! Hallod, Hamilton Bottas? Mi a szar? Srác, kérem... Jó, Merci, jó! Igen! Visszaengedtem őket, látjátok, de hát nem akartam én ott bemenni sehova. Úristen! Albon! Jesszusom! Ez Hamilton volt! Ezt telibe láttam, hogy Hamilton neked ment. Aranyos. Ú, de visszaestünk! Hallod-e? Most jön ki a 90-es AI erősség? Nem olyan gyenguszok, baszki. Aranyosan úgy meglódult mindenki, azon csodálkoztam, hogy úgy... Nincs hideg gumi, nincs hideg. Nem, szerintem beragadtunk. Én beragadtam mögéd. Igen. Nagyot fékeztél, aztán utána megjöttek ránk. A kigyorsításunk meg rossz volt. Igen, én nem megmondom, hogy szintén nagyon nem mertem, mert bevágódok az első kanyarba a hideg fékkel. Fú, Albon, megy ám. Nem veszek semmi. Baszki, Albon. Na, Albonon át kéne rágnunk magunkat minél előbb. Vagyis nekem. Ja, tényleg, hát van egy overtake buttonom is, jó, elfelejtettem. Igen, nekem is van most szó. Itt kéne nagyon közel lennem hozzá. Ú, de csúszik le az ív, hát... Mi? Nehéz az autó? Szerintem nehéz az autó, sok a benzin. Igen. Nem tudok hozzá közel lenni. Sajnos, Hamilton jó távolságra van tőlem. What the hell? What the hell? Hűha! Ennyire se csúsztam még el vertikálisan egyik pillanatról másikra. Mi a szar történik, Leo? Mindenki előz! Norris! Jesszusom! Mentem Bottasnak, bocsánatot kérek! Mi a jó Isten! Srácok, 9. hely. Hűha, összekapom magam, vagy nem tudom. Igen, és megjött Albon. Ja, a gumik azok már így elmentek szarni, tehát így lehet cserélni majd lassan. Igen. Aj, de csúszok. Nem fog 10 valahány kör. Ez hogy fog kibírni? 13. 15. Az lehetetlen. Ja, a motorom az for. 134 fokos a motor. Az okay. Komoly. De miért löksz meg, baszki? Az anyád úristenit. Megszivatlak, hülye gyerek. Hallod, telibe belém jön oldalról. Na ez a 21-ben majd érdekes lesz, mert már sérülni fog minden. Az komoly. Hűha. Hát ez érdekes. Az érdekes, hogy Mix 3-ban nem tudok előzni, leveszem Mix 2-t és egyből hopp. De szerintem a forró motor miatt volt, mert most vissza, hát nem hűlt vissza, mindig 127 fokos. Fú, én még nagyon nem tartok előzésnél. Nagyon nem jó a tempom sem.
elkezdtek az aik így a gumik miatt egy kicsit így csúszkálni. Helyes. Gyerünk. Ez barátod nagyon szépen megy itt a második helyen. Harmadik vagy? Mhm. Uh-huh. Szép. Visszaküzdöttük magunkat itt. De hát itt a DRS az... Jaj, Botti, ne! Leclerc 1-2-re van tőle még. Nem DRS, nem DRS. De hallod, Hamilton is itt van a 8. helyen. Igen. Szenved mindenki. Úgy néz ki. Nem csak én. Jaj, visszahűlt a motor, már most csak 121 fok. Zöld. Ó, szélárnyékot meg kell, hogy húzzon engem itt. Nehéz az autó. Hogyne. Nem baj, legalább most jól meg fog ez a szélárnyék húzni minket. Azaz. Adjál helyet. Isten, milyen vonat jön mögöttem. Telibe durrantottam volna a Leclerc-t. Hát, Hamilton is azért ütver. Ja. Igazából most... Én akartam őt előzni, csak annyira rövid lett volna a féktáv. Inkább lehúzódtam, mert Leclerc-t meg elvittem volna magammal. Hajtű kanyarba. Hajtű? Mi az? Kettes kanyar. Táncol egy kicsit a hátulja. Ó! Oh. Jó. 30% felett vannak a gumik. Nekem 30 pont. Perez is Bottas, el vannak. Na még egy próba. Most már nincs meg. Nincs meg az az előny, ami meg volt az előbb. Habár. Aha. Nem volt az még meg az az előzés, mit magyarázó? Majd már előre mondja, hogy oké, okay, jó munka. Good job. Good pass. Ezt a nagyon elment. Hát ez magánügy, hát, szerintem. De ez a... Ja, bocs. Kezd. Látjátok, még Forma 1 közben is penge a poén, gyár. Mennyire van amúgy? 3,1. Uff. Kicsit lecsúsztam. Fú, basszus, hát szenvedek, szenvedek, komolyan. Oh, kellett ellenkormányozni a visszafordítónál. Igen? Gyorsításon, igen. Mi a szart csináltok, hát? Á, gyerekek, én nem játszok Ricsbe. Nekem elszalad az autó ilyenkor. Hogy elszalad? Hát, mikor el elvágni nyugodtan a Tokyo Drift zenét. Tehát az... Egyenesben jóké, de amint...
kanyarodok, az nem szereti. Be careful, we think you're going to start losing some tire grip around now. Hát ezt én is éreztem, Jeff! Baszki! Vigyázzak már, hogy tapadást veszítek. Hát... Oké. Okay. Jeffrey nagyon tudja ezt. Norris megvan. Basszus. Senki nem volt még boxban, ugye? Nem láttál senkit. Nem. Azt is írja neked a cucc? Igen. De most még semmi. Egyelőre jók vagyunk. Keep pushing, you're gaining on the car ahead. Oké. Botinak valami gond van. Hála a jó istennek. Valami lett Verstappennel is, mert hirtelen 6 tizedre lett. Megették a gumit? Vicces lenne, mert még bírom. Hát az elején meg nem mondtam volna meg, hogy kibírja ezt a 13. körig. Már pedig most már kifogja. Na én is csúszkálok, de nem olyan durva. Még kontrollálható, ja. Hát, nem vagy lemaradva nagyon. Na már, Norris! Ilyen... Hát, max 5 másodpercre vagy. Na mert rövid ez a pálya itt azért. Igen. Nem olyan könnyű lemaradni. Annyira. Hamilton volt kinn a boxban. 20. helyre jött vissza. Az komoly. Mi vagy a hardot tette fel? Azt mi? Azt nem tudom. Hát igen, ezen a pályán azért eléggé a dzsumbújba érkezel. Nagyjából mikor, mindegy mikor mész ki. Úgy lenne jó, ha akkor mennénk ki, amikor már mindenki volt ki. Hát igen. Mert akkor már... ugye nem szorulsz be senki meg elvileg. Csak akkor meg lehet, hogy a többiek olyan jót fognak menni a új gumival, te meg veszítesz vele. Igen, igen. Kimarad. Köztes megoldás pedig az, hogy velük együtt mész ki. Az... nem. Aztán beragadsz a boxba, mert nem engednek ki, mert igen. Ez nem működik szerintem. Ez nem egy járható út. Harmadán vagyunk túl pont. 12. kör 36-ból. Istenem, ezt az egy kört bír már ki. Hány szállaik? 50? Aha. Hogy döntöttél, mikor mész ki? Szívem szerint már most kimennék, de... még egy kör csak menni szeretnék. Green flag. Green flag. We're racing again. Mert most már tényleg botrányos, tehát. Igen. Persze, ebben bejött. Norris is bejött. Jó, tehát ebben a körben biztos, hogy bejött. Akkor én is. Azt mondod? Box this lap. Hoppá! Az öreg Kimi.
mit csinált? Hát kiesett. Hoppá. Ja, látom. Nem írtam, megment egy leggyorsabb kört. Friss gumin. Csak ugye kérdés, hogy az is meddig friss. Igen. Elkerüljük a rázóköveket, srácok. Egy kört még megyünk. Na én bekockáztatom. Vagy hát bekockáztatom igazából nem, csak kicsit ellentétesen megyek, mint mindenki más kb. Még jövök egy kört. Aztán meglátjuk. Perszetlen most ment el. Elment Bottas is, meg Perez is. Ugye a többiek keményt raktak fel. Okay. Hogy keményet raktak fel? Vagy na, azt a... Hát az... A keményet, igen. De keményet? Hát ezek hülyék. Hát hogy hívják ezt a szürkét? Értem. Az a... Ugye? Az a kemény. A szürke oldalfalas. Ja. Mert én a médiumot raktam, úgymond ezt a sárgát. Én is azt fogom. Igen, mondjuk ők hamarabb jöttek ki. Baszd meg! Ájjajajajajajaj. Mi van? Mi történt? Megforogtam. Ó, na innen visszahozni bármit is, amúgy is szarú ment. És akkor most... Autó. Aha, cserélik a szárnyat, jó. Basszus. Hát én most csesztem el az egészet, jó van. Go. Fűha. Az nagyon nagy baj. Nagyon nagy baj, srácok. Leforgott. Be. Még tudod, bekockáztattam még egy kört. Szóval tettem rá ott a iszére. Ott az annyi is volt. Nem volt apadás. Aja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 j
Jaj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 
elcseszem. Oh. Se baj. Lehet eső, lehet hó, lehet safety car, még lehet bármi. Mentett már meg minket safety car egyébként. Igen. Emlékszem, hogy bekívántuk, aztán így hopsz jött. Igen, igen. Ajajajajaj. Na. Össze kéne magamat szedni, és akkor szépen autózni. Stabil köröket. Hoppá. Milton már a 8. Sőt, a leggyorsabb kör. Utolsóról jött fel. Ja, csak ott ugye sok box kiállás volt. Lehet, igen. Ő döntött jó, hogy előre kiment amúgy. Lehet, két kiálláson lesz egyébként. Áh. Nem. Nagyon hamar kimennem. Baszki! Elrontom. Ami tényleg nagyon hamar kiment, nem értem. Hallod most? Ja, jó, oké. Mondom, kik mennek? Még mindig mennek ki az emberkék. De ezek a médiumosok. Igen. Most cserélnek. Jaj, Istenem.
Nem médiumosok lesznek. Okon most ment ki elvileg, és médiumot tett vissza. Aha. Úristen. Ilyen sokáig elhúzták akkor a box kiállást. Szép. Ekkora hibát, basszus. Nem, tényleg a gumival nem szabad. Már én is össze-vissza drifteltem vele. Az a baj, hogy olyankor, ha nagyon el van kopva, már a rázókőre egy picit rárakod. Képes kifordítani alólad az egész kocsit. Hát igen. Ó, Istenem, Istenem. Pedig most jó csatáztunk volna, hallod, mert most én még a harmadik helyen vagyok, és ha jól tudom, te negyedik voltál. Nem, visszább voltam én bőven. Visszább voltál? Basszus, miért cseszem el mindig? Bőven, biztos, bőven, hogy nem bőven. Voltál egyébként messze. Hát dehogy nem, annyira. A nyolcadik. Hát a végén már oké, de hát ott nem volt reális, mert ugye nem voltam még boxban. Ja, úgy értem, aha, aha. Viszont itt nagyon jó, rövid a box egyébként, tehát nem olyan vészes. Még nem is lehet hosszú box, mert ugye a pálya is rövid. Ja. Ezek az idők sajnos. Nehéz egy ekkora hiba után visszaállni jóra. Jókat menni. Hamilton és Leclerc ütik, verik egymást. Hát... Na. Magyad? Biztos, hogy... kibír még egy box kiállást ez a történet. Vagy ne... Ja, hogy Hamilton softon van. Aha, oké. Tehát ő biztos, hogy be fog jönni még egyszer. Igen, akkor ő igen. Az komoly taktika mondjuk. Mindenki egyszer volt eddig, azt jelzi. Jó. És Hamilton softon van. Igen. Tehát ő soft-soft. Az érdekes. Soft-soft, és szerintem medium. Lehet nekünk tehát is kell még. Kiváltotta a... Baszki! A hardot, a két softtal. Aha. Nekem is szépen alakulnak azért a 16%-os gumik. Azért mondom, hogy... Neked hány százalékos? Annyi, nekem van, mint nekem több mondjuk. Nekem 17. 17, 18, 19, így össze-vissza van meg. És azért, hogy 16 kört még, hát még most tehát felrakosz már ennyi százalékos, ez azért 60-nál már azért veszélyes, tehát... Nem biztos, hogy így sikerülni fog. Ott van előttem már Russell 3,8 másodpercre. Három egész kettő. És elcseszem. Uh-huh. Úgy, ahogy kell, jó van. Copy. Kettő kilenc.
Luis! Hát... Mi történt? A kanyarba jön be mellém előzni, hát... Nem áll. Hát komolyan mondom. A harmadik szektor két gyors kanyarjában nem szoktuk előzni. Hát ott nem. Bemenni a másik mellé, hát. Gap to current front is 2.8 seconds. Túl fékezem, vagy túl későn fékezek, az a baj. Oké. Na. És mindeközben Verstappen gyönyörűen az első helyen. Na, persze. Is. Ó, basszus, 2,3 tized. Úgy csinálok, mint az első helyért küzdenék, de már ez öröm, hogy valakit utolérek. Hamilton a boxba. Az komoly. Hú, de megy hátrafele. Trailing our teammate by 15.7 seconds. Ah! Elém jött ki. Igen? Ja, és most kapta meg a médiumot. Mondom, ő kiváltotta két softtal a hardot. Érdekes taktika, mert... sok értelmét nem igazán látom. Mondjuk, ha most átgázol a mezőnyön, azzal a friss médiummal, ami nekünk már most azért, hát 30%-os, hát... az mondjuk konstans jó tempót kell menni. De figyelj, szerintem még 13 kört nem fogunk kibírni. Kicsit ezen én is gondolkodok, tehát nekem is így átfutott az agyamon ez a történet, hogy 30%-os mostagumi. Úgy de figyelj, 18. Akkor... helyre az átgázolni az azért... Mondjuk az se semmi feladat, tehát ott is fog kopni. Hát... ez most a vagy sikerül, vagy nem típusú történet lesz. Hát figyelem, hogy hozzám kell... nem, figyelj. 2 másodpercre van tőlem, 2,1... 2,1... 1 kör óta kb. Tudod mi a vicc? 20 másodpercre vagy innen az elsőtől. Az pont az a box kiállás, mert ugye Hamilton itt volt közvetlenül. Itt bolyba megyünk, az első négy. És... azaz egy box kiállásnyival vagy lemaradva csak. Tehát ha itt valaki úgy dönt, hogy kimegy, és te nem, akkor azzal lehet valamit kezdeni. Igen. Most már mindenki médium és hard van. Látom most az egész... jaj... az egész történetet. De figyelj már, Leo! Na. Nagyon beborult. Igen. És olyan, mint a háttérben úgy nagyon szürke is lenne, tehát olyan, mintha ott esne. Weather report. Heather is looking fine. Okay. Hát, azért kettés kanyar fele nem ezt mondanám. Igen. Te itt konkrétan sötét van már. És meg azért van hátra 11 kör. Figyelj, Hamilton 2,6, tehát egy kör alatt 4 tized. Az semmi. Há, semmi. Igen. Csúsztunk. Feltartja nagyon Russell, nem tudja megelőzni Russellt. Hát de... ah, mondjuk úgy,
Úgyhogy Russell használt hardakon van. Úristen! Most ez látom közel van, 3/10-re van tőle csak. Hát ez van már pár kör óta. Figyelj, nagyon sötét, ebből eső lesz, baszki. Igen, nézem én is. Igen, a második szektor, hogy elkanyarodok a visszafordítón, az... az majd nézd meg a célegyenest. Itt eső lesz, srácok. Az a kérdés, hogy mekkora. Igen. Hát ha nem lesz eső, akkor nem tudom mi lesz. Weather report. Azt, hogy tényleg jól be van borulva. Nagyon durva tényleg a célegyenesnél is. Ugye? Konkrétan tényleg olyan szinten besötétedett. Mondjuk ez jót tesz nekünk. Gumiknak. Igen. Franc. Fé, Hamilton beragadt. Ne, igen, látom. 40%-os gumi. Nagyon sötét van, én nem tudom. Tehát tényleg semmi nem lesz. Pedig most elfogadnék egy kis kavarodást. Megmondom őszintén. Ugyanúgy 22-23-ra vagytok. Fél Hamilton, ez annak annyi? Igen, így már biztos. Hoppá! Nem tud mit csinálni, látom. 2/10-re van, 2-3/10-re van Russell-től is, és na talán most? Jóval jövök nevedő harmadikként. Egy másodpercet veszítettek ezzel az előzgetéssel. Most látom, hogy tán... Most előzte meg. Igen. 3 másodperces hátrányomból lett 1,2 hirtelenjében. Nem áll, hogy nincs eső. De nagyon fura egyébként, olyan ködös. Ja. Lehet, nagyon. Hát hirtelen beborult. Weather report. Igen. Weather report. Gap to teammate ahead is 16.9. A mérnök se mond semmit, tehát... Most csak kivilágosodott. Hallod, most egy full világos lett. Igen. Ijeszget. Hoppá. Hát ez a két kiállás a Hamiltonnak nem jött be. Hát nagyon nem. Hányadik helyen volt ő? Ott volt előtted vagy mögötted? Negyedik. Úristen. Jó, hát mondjuk azért lett negyedik. Tehát konkrétan, hogyha a soft helyett ő is hardot rak fel, ugye akkor nem. Nem is értem. Tényleg nem értem.
Habár még azért van 6 kör. Hát... Nem tudom mennyi lesznek a gumik. Ettől félek. Ez a 6 kör. Azért az 6 kör. Benne nem tudok mit kezdeni. Nagyon nehéz előzni amúgy. Igen. Elképesztően nehéz. És a Giovinazzit előzte meg. 16. Hát most... Igen, hát most... Ez... fejére kenheti. Na végre! Gyerünk, gyerekek! Egyet előztem. Ja, George! Azért van 5 körünk. És itt van előttem egy csomó. Közted és a 10. között 5 másodperc van csak a zárójelben. Ha, itt vannak rengetegen. Hát igen, azért mondom, hogy nagyon-nagyon ott van mindenki. Nagyon egybe vagytok. Jó. We're starting to catch the car in front, but we need to look after the tires. We won't be making another pit stop. Gyerünk, gyerekek. Úristenem. We have 5 laps of fuel remaining. Vonat? Aha. Látom, te vagy az utolsó kocsi. Igen. Azaz! Hallod, rámegyek Hamiltonra? Elkezdtek működni a gumik. Aha. Nagyon, nagyon kicsik a különbségek, ott most már látom. Mint 3/10. Igen. Gyerünk! Kapod a DRS-t? Aha. Mondjuk mazabb, hogy mindenki kapja ott. Most néz rá? Táblázatra? Aha, látom. Elfogytak egyen meg a kis... dolgai? Figyelj, Hamiltonnak nem jött be ez a stratégia. Nem. Abszolút nem. Ez nem Barcelona. Just over 10 minutes time. Rain in 10 minutes. Aha. Ez itt Ausztria. Úgyhogy... Hello, Max. Azt mondta, hogy rain in 10 minutes. Mondjuk az már mindegy. Igen. Meg elbasztom. Jaj, Maximilian! Hát, azt hittem pedig meg lehet. Mi történt? Már bementem Verstappen mellé, aztán nagyon csúnyán elfékeztem.
Aztán? Repült valami? Nem, csak nem mentem bele, hanem elmentem a pálya szélére. Uff. Így aztán most megint 1,3-ra mondtad. Ezt újra építeni. Igen, hát most ez két kör alatt... Mondjuk van DR-es? Nem, nincs. We have two laps of fuel remaining. Van. Ó. Baszki. Jó! Gyerünk, baby! Jössz felfele! Hoppá! Ajajajajajaj! Figyelj, neked hány százalékosak a gumik? Merem megnézni. De mindjárt megnézem. Nekem már kijött a 68, sárga ikon. 68! Úristen! Ez bármikor. Igen. Nekem is kint van, igen. Egy ideje. Minden kint van, minden villog. Az komoly! Basket, hol kellett volna visszajönnöm a pályára? Hát visszakerültünk oda, srácok, ahova valóak vagyunk. Ezen a futamon. Mi történt? Pedig komoly munka volt. Hát jöttem vissza pályára, aztán igazából belementem a komba. Ja. Sajnos. Aj, basszus. A fizika jól működik, tudod, ilyenkor. Igen. Minden fogy. Aj, basszus, az utolsó körben. Habár pont ott nem ért volna az a helyezés, de attól függetlenül szerintem jó lett volna egy kis. Hogyne. De sajnálom. És te hányadik lettél? Első. Szép. Még a leggyorsabb kört is elvittem gyorsban. Ez komoly. A gyerekek, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy szerencsém volt, mondjuk így. Nagyon nagy szerencsém volt. Ütöttem. Ja, Istenem, Istenem. Hát nekem nem. Neked, nekem nem. 19. Ajjajjajjajjaj. Vissza kell egy kicsit rázódni, na. Vissza. Ah. Daniel Ricciardo. Hát gondolj, két hónapja volt utoljára a előző videó. Ja. Azért mondom. Szépen vissza kell. El fogsz egy kicsit húzni most a bajnokságban. Volt lemaradásom. Na jó, meglátjuk, srácok, remélem, meglátjuk. Hogy szurkoltok nekünk. Aztán itt láthatjátok, jelenleg így áll a bajnokság. Ugye ezt mindig Leo csinálja, tehát ez az ő érdeme, nehogy azt higgyétek, hogy én. Úgyhogy így állunk jelenleg, és akkor innen folytatjuk a következő hétvégén. Nem tudjuk még, hogy mi lesz. Meglátjuk, így van. Ja, majd meglátjátok. És akkor itt van, hogy Leo lett az első, Verstappen, Bottas, Leclerc, Perez az is szerzett fontos pontokat a csapatnak, Norris, Albon, Vettel, Magnussen, Ricciardo, és látod, Hamiltonnak nem igazán jött be a dolog, ugyanis a 16. helyen tudott csak beérni, úgyhogy hát ennyi, meg egy bambi. Köszi, Leo, hogy itt voltál. Köszönöm szépen, én is. Találkozunk majd, srácok. Ha tetszett, like, szavaztok. Puszi mindenkinek, sziasztok. Halló. Itt van a vége, videó vége, nyomj el egy lájkot, thumbs up. Itt van a Sunfield, azt hiszi végre, elkeni az alap száját. Nem érdekel, hogy mit gondolsz, mert nem volt rövid a videó. Inkább menjél, azt osszad meg, mindenkivel, mindenhol. Nekem ez jó, neked ez tetszik, ne tagad most már, valljad be, hogy ez lett a number one, a felső polcról kaptad meg. Kövessél Instán, follow, itt lesz neked a zárszó. Lehetsz te Báró, lehetsz te László, csávó, fekete pártó.